Köszönöm, a szép hiázik közülünk a legszebb. Csak a hangot veszik a rádió számára. Csak a hangtisztességes szándékot hallottad, hogy Zsolti, hogy magyaráztam. Tisztességesen. Ne legyen benne hiba. Arról volt Errivel azt kellene, hogy ha ezt a kapcsolatot a város meg akar csinálni, akkor meg kell csinálni a közterületet. Arondolnak, aki előttünk volt, tényleg összehozott, és magukat kihúztak a vízibúrát értelek, a rendőrség, stb. Hangos kép lesz. A 1998-2002-es választási ciklus utolsó közgyűlését követő adott polgármesteri fogadáson pohárköszöntőt mondjak. Jól tudom, hogy egy kimerítő és fárasztó nap után a hosszaságnál nagyobb bűn nem lehet, ezért bár sok emlékkép tolul elém, különösen 12 év elteltével, mégis előjáróban köszönjem meg mind a apparátus nevében, akik igyekeztek becsülettel és sokat dolgozni, mind a tisztségviselő társak nevében azt az áldozatos munkát, amely konfliktusokkal tele ugyan, de hiszem és vallom, hogy előbbre vitte e 4 év során is Miskolc ügyét. Szívből kívánom, hogy mindazok, akik ismét megmérettköznek az önkormányzati választások során, jó eredménnyel szerepeljenek, és szívből remélem, hogy az új testület ugyanúgy szívén viseli a város sorsát, ugyanolyan felelősséggel, tisztelettel, szeretettel gondját viseli a város lakóinak, és építi, fejleszti tovább ezt a várost. Mindjártnak jó egészséget, sok sikert kívánok! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Nagyon fontos!
Ildikó, kedves egészségére, és köszönöm mindenkinek. Viszont kívánok. Gyurikám, kedves egészségére. Sanyikám, kedves egészségére. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok. Nektek is minden jót. Köszönöm szépen. Pocsimárdi képviselő úr, akkor is kedves egészségetekre, sok sikert kívánok. Jó évet mindenkinek. Egészségetek is, köszönjük szépen a munkátokat. És azt akasztottam, hogy ennek ő székeket, és azt, hogy helyette bújtottam. Drága, ilyeneket? Te jó, és felváltasztok a kérdéket. Azt mondta, hogy köszönjük képviselő. Emlékszem? Ezt Lajosnak nem is mondtam. Nagyon rosszul mondta. Szép piázi közülünk a legszebb. Vagy csak, csak a hangot veszik a rádi számára. Csak a hangtisztességes szándékot hallottad, hogy Zsolti, hogy megy el ezt? Tisztességesen. Ne legyen benne hiba. De arról volt szóval, hogy Erzsivel azt kellene, hogy ha ezt a kapcsolatot a város meg akar csinálni, akkor meg kell csinálni a köztérben. Már gondolok, aki előttünk volt, őnek összehozottak, és napokat kihúztak a vizsibúrát értek. A rendőrség, stb. Úgyhogy. Hangos kép lesz. Hát, hol harad magunkat?
A szemedre lesz, jó? Kösz szépen! Kis Péter, gyere csak le! Igen. Még négy ilyen. Tisztességes szándékot hallottad, hogy Zsolti, hogy magyaráztad? Hogy? Tisztességesen. Ne legyen benne hiba. De arról volt szóval. Hogy... Thank you.
Erzsivel azt kellene, hogy ha ezt a kapcsolatot a város meg akar csinálni, akkor meg kell csinálni a köztérben. Már Andornak a fia előttünk volt, én meg összehozott és napokat kihúztak a vizsi hullát értelek. A rendőrség, stb. Hangos kép lesz.